Így van, adakozó, lehet így mondani. Réka, nagyon jó. Újabb jeles eredménnyel büszkélkedhet a makói általános iskola. Ezúttal nem egy diák, hanem a Bartók Tagintézmény egyik pedagógusa szerzett kiváló eredményt egy kifejezetten tanítóknak szóló versenyen. Nadobán Zsuzsanna, aki lesz az év legjobb tanítója versenyen, 86%-os eredménnyel második helyezést ért el. A megméretetésen nem szaktárgyi tudást, hanem pedagógiai rátermettséget mértek tanítás közben, méghozzá környezetismerett tantárgyból. Ezt az Apalcai kiadó hirdette ezt a versenyt, a ki lesz az év tanítója, és teljesen véletlen bukkantam rá, tehát az interneten böngészés közben, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom. A többfordulós versenyre magyarból és matematikából is jelentkezhetett volna, de mivel környezetből már néhány évvel ezelőtt készített projektet, nem volt kérdéses, hogy ezt a tantárgyat választja. Zsuzsanna szerint a környezet különben is többrétű, és össze lehet vonni más tantárgyakkal is. Ez egy többfordulós verseny volt. Először a vízzel kapcsolatos órának az óratervét kellett elküldeni az első fordulóba, utána tovább jutottam a második fordulóba, itt a DVD felvételét kérték az órának, és a maga verseny, az volt a harmadik forduló. Szerencsére nagyon jól sikerült, a gyerekek is nagyon aranyosak voltak, ott egy negyedik osztályban kellett tanítani a nyíregyházi gyakorlóiskola és Magyarország nagy tájait. Tehát ezt húztuk ki előző este a tananyagot, és egy éjszaka állt rendelkezésre, hogy elkészítsem az óratervet és a szükséges szemléltető eszközöket is felkészüljek az órára. A harmadik fordulóba az országból összesen 6 tanító jutott be, majd neves egyetemi és főiskolai tanárokból álló zsűri előtt kellett megmérettetni magukat. A makói tanítónőnek itthonról drukkoltak. Nagyon örültek, tehát ők is, a gyerekek is nagyon, és mindenkinek köszönöm, aki velem együtt szurkolt és drukkolt. A fiatal, mindig mosolygós, lelkes pedagógus 15 éve dolgozik tanítónőként. A gyermekek iránti szeretete óráin is jól látszódik, nem véletlen, hogy ezt a pályát választotta. Nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon szeretem, amit csinálok. Példaképeim, tehát nekem nagyon jó tanáraim voltak annak idején, általános iskolába, középiskolába és később főiskolán is, és szerintem őtőlük is. Talán így emiatt.